Sziasztok, szép napot, köszöntelek benneteket, szokás szerint látjátok, M3 autóparkba autózunk, egy új masinánk van, egy Volkswagen Passat kombiba ültem bele, 2013 és 7. havi a darab, itt van mellettem a forgalmi engedély, bele tudunk nézegetni, meg az autó dolgaiba is szintén, mert hogy van egy jó pár dolog, amit meg kellene, hogy nézzünk, úgyhogy tartsatok velünk, nézzük meg együtt ezt a gépet, meg hát vezetjük is egy kicsit, ugye haladunk vele itt ebbe a kis utcába, megállunk, és utána visszamegyünk a telephelyre, megnézzük, hogy juttunk el odáig, és hogy kedvet kapjatok, hogy ezt a gépet megnézzétek majd még közelebbről, ne csak így a monitoron keresztül. Itt lesz a helyen, megállunk itt az útszélén, íme. Nézzük meg a részleteket, behúzzuk a kéziféket, ugye, ez meg is történt. Az autónkban 214.326 kilométer van, a rendszámunk az Péter Orga Sándor 158-as, ha minden igaz, 13.7. hó 4-e a kocsi, 1.6-os CRTD dízelmotor van benne, ami 77 kW, az a 105 lóerő. Van rajta vonóhorog, 1200 kiló ugye a ráfutó, fékes és fék nélkül, 740, ha jól látom, ha nem, akkor igazítsatok ki. Az autónknak a műszaki vizsgája 24.9. hóig tart, és a jogos tulajdonosa az M3 Autópark Kft. Na ez lenne így a magyarországi vonal, de még van itt másom is, mert hogy ugye itt van a műszaki adatlapja, ami utolsó műszakiánál ugye kiállítódott 208.982-nél, méghozzá Ácson a gyár utcán 32-be vizsgázott a kocsi. Közben én kinyomtattam itt az ügyfélkapuról, ugye pont a futás teljesítményt, hogy meg tudjátok nézni. 2018. február 7-én került be az országba, onnantól kezdve követhető itt ez a kilométer futás. De nehogy azt higgyük, hogy az előző rész az nem, mert hogy megvan a szerviz füzetem, itt már mint ennek a gépjárműnek, ugye ennek a Passat variantnak, a alvásszámot látjátok, és aztán ha belelapozunk, akkor egészen végig, ugye ezt egy márka szervizbe porták rendszeresen, és ugye hát ezt lefotóztam, most nem akarok belelapozni annyira, a végét mutatom, végén ugye bekerült Magyarországra a kocsi, és ott egy szaki, méghozzá egy Rohodli Máriusz egyedi vállalkozó 171.000-nél csinált vagy egy olajcserét, ezt ugye be is jegyzetelte, és aztán utána találtam benne egy másikat, méghozzá itt, ez pedig nem olyan régen volt, mert 192.000-es olajcsere, egy másik cégnél szerintem, tehát az autónak abszolút igazolt, garantált kilométer futása van az elejétől a végéig. Kultúrált, szép állapotú autó, nincs lelakva, szép az ülése az autónak, és minden működik benne. Tehát 4 elektromos ablak, elektromos tükör van benne, centrálzárunk van itt, bordkompjúterünk és tempomatunk, minden kialszik, ugye be van húzva a kézifékünk, és kikötöttem most már magam, ezt is ott látjátok. Utólag beépített ilyen kis indításgátló kütyű van hozzá, mind a kettő megvan, és a két gyári kulcsa is megvan az autónak. A központi részen pedig van nekünk egy navigációs fejegységünk, AUX csatlakozóval van ellátva, dupla digitális automata klíma, és ugye start-stoppos, meg parkolószenzorok elől-hátul, menet stabilizátor, 6-os váltó. Ezt tudtam itt elmondani, de még mindig vannak jó dolgok, mert van egy jó nagy tárolórekeszes középső könyöktámaszunk, hűthető, ugye a könyöktámaszunk, tehát hűthető a kesztyűtartó, és itt vannak még egyéb iránt még más csatlakozási lehetőségek is, és kikapcsolható a légzsák. Na, ez volt így a belseje, de akkor nézzük körbe, meg a motorterét is megnézzük, hogy duruzsol az a motor. Amúgy nagyon alacsony fogyasztású, 5-6 literrel elközlekedik egy ilyen autó, egy ilyen nagyon nagy kombi autó, a benne ülőkkel, meg a csomagjaikkal együtt. Ha nem fértek el, akkor van ugye a tetőkorlát, ide lehet még majd szerelnetek, keresztartót, és ugye a vonóhorog, amit megnézzünk majd mindjárt, ha oda jutunk, de először a felniket és a gumikat néznénk meg. Nyári gumiszett van rajta, és gyönyörű szép felni, ez momó felni, ez nagyon jól áll nekik, és van benne ajándék is, azt is meg fogjuk nézni. Azt mondja, hogy íme az eleje,
nem kavics sérült, nincsenek rajta horpadások, nagyon szépen jár a motorja, megfelelő folyadékszint egyszer, másodszorban pedig még téli folyadék van benne, de majdnem csurig van teljesen az is. Remélhetőleg nektek is tetszik, nem csak nekem. Tükörindexünk van. Gyönyörű fekete, lakfekete színű az autó. És itt a monohorgunk, ugye, amit megnéztünk a forgalmi engedélyben. És akkor a csomagtérbe is nézzünk bele. Szépen felhajlik, és úgy láttam, hogy jó állapotú, jó minőségű téli gumiszett van ehhez az autóhoz. Lemez felnire van szerelve. Dísztárcsával, mind a négy darab benne van ugye is, be van zacskózva, azt kibontottam, hogy lássátok. Amúgy pedig nézzétek meg, nagyon kis szellősen van itt ez a négy kerék, tehát nagyon nagy csomagterű kocsi, tudtok bele pakolni nagyon-nagyon sok mindent, le lehet venni a rolót, el lehet húzni is, meg ledönteni az üléseket is, ami nagyon-nagyon szép állapotú. Íme. Könyöktámasz, lábtér fantasztikus, és minden ablaka, ugye, mint mondottam, ezek működnek, minden működik benne. Előoldalt függöny légzsákos. És akkor nézzük meg, hogy leállítjuk, újraindítjuk, közben bekötöm magam, és kiengedjük a kéziféket is. Egyetlen nyomás. Megszűntek a dolgok. Ő még benne működik, hogyha kulcs itt van. Megnyomjuk. Nyomjam a kuplungot. Így már könnyebben indul. Kialszanak a kontrollámpák, íme, és akkor akár mehetünk is vele tovább. Az átlag fogyasztásunk kereken 6-os számot mutat. Van benne okos műszer, igen, ott van, ott a harmadikba akarja, hogy váltsak. Ha megtesszük, akkor kialszik, és ott a három mellett lesz egy pötty, aztán ha gyorsítunk, akkor még kirakja a negyediket is, meg az ötödiket is, meg a hatodikat is. Amúgy rettentő csendes a kocsi. És mint minden forszegény típusnál, itt is elmondhatom, nagyon könnyű kuplunk, nagyon könnyű váltó van hozzá, abszolút precíz, pontos, finom a gép, és rettentő finoman közlekedik itt az úton, bele együtt én. Közben hátul pedig urigázódnak a kerekek, de hát nem akartam kirakni, mert most esett az eső, és nem akartam, hogy itt a vizes legyen. Ne így rakjuk be. Harap a gép. Mármint nem a lábamat, hanem a motorja. Bekapcsoltam a tempomatot is, 48-ra belőttem. És mint látjátok, ez egy működő tempomat szintén, de ha ugye odalépünk neki, akkor ez itt éppen meg is indulna, ha nem lenne vége az utunknak, mert hogy itt megérkeztünk a telepre, ide kéne bejönnötök, gyertek el hozzánk, nézzétek át ti is ezt a gépet, mehettek vele nyugodtan, hozzatok magatokkal szakit, aki megnézi, és utána már vihetitek is az autót, mivel ugye rendszámos, tehát nem kell csinálnunk semmit, csak egy adásvételt írunk, aztán Isten veletek. Sziasztok, a viszontlátásra, legyetek jók!